Ahogy elérkezik a nyár, fontos fokozattan odafigyelni a gyermekek biztonságára és megfelelő védelmére a meleg időjárás miatt. Dr. Horvátné dr. Canik Sarolt, a gyermekházi orvos, néhány tippet osztott meg televíziónkkal, hogyan védhetjük meg a gyermekeket a nyár folyamán. Az első és legfontosabb, hogy a kicsik könnyen elfelejthetik a folyadékbevitelt, ezért emlékeztetni kell őket, hogy rendszeresen igyanak, különösen, ha aktív tevékenységet végeznek. Azonban kerüljük a cukros üdítőitalokat, amiket helyettesíthetünk akár hideg teával is. A doktornő kiemelte, nagyon fontos még a gyümölcsfogyasztás is. Ami a szabadidőt illeti, nekünk is volt olyan betegünk, aki forró csúszdáról lecsúszva elég súlyos horzsolási, égési sérüléseket szenvedett. Tehát amikor kimegyünk a játszótérre, a gyerekekkel győződjünk meg, hogy baleset veszély szempontjából milyenek azok a játékok. Tehát, hogy minden gyerek lehetőleg az ő korosztályának, az ő testméreteinek megfelelő játékokat használjon, és figyeljünk rá, hogy esetleg nincs-e túlzottan felforrósodva az a mászoka, vagy csúszda, vagy egyéb játszótéri elem, amit használni kíván, hogy ezzel is elkerüljük a baleseteket, és vigyünk magunkkal folyadékot, meg gyümölcsöket, harapnivalókat, hogy amikor megpihennek, akkor az árnyékban lehet kicsit piknikezni velük. Megemlítette, hogy a legkisebb erkélyre is lehet kitenni medencét, amiben pancsolhat a gyermek. Azonban mindig legyen rajtuk fejvédő, ami megvédi az erős napsütéstől őket. Már előfordult, hogy szülők jöttek ilyetten, hogy a gyereknek a feje vörös meg forró, olyan, mintha lázas lenne, de mégsem tudnak 38 foknál magasabb testhőt mérni, fáj a feje, hányhat és szédülhet. Úgyhogy nagyon figyelni kell, érdemes valami kis világos színű fejfedőt tenni, és talán a baseball sapka olyan szempontból kevés, hogy sokszor a fülük leég, úgyhogy erre odafigyelni, hogy fiúknak főleg a kis fülét lekenni fényvédővel, meg legalább az orrocskájukat, mert nem érzik a gyerekek, tehát hogy féktelenül tudnak hancúrozni, utána meg bajba kerülnek. Tehát a fejüket, hogyha strandolnak, akkor rendszeresen levizezni, hogyha kirándulunk, akkor valamilyen fejfedőt használni, és inni, ezt nem győzzük hangsúlyozni. A háziorvos továbbá felhívta a légkondicionáló használatára a figyelmet, ugyanis azt javasolja, hogy semmiképpen se legyen a lakásban 10 foknál hűvösebb a kinti hőmérsékletnél, ugyanis könnyen megfázhat a leizzadt, felhevült testű gyermek.